Dag, boldog új évet kíván a Magyar Turizmus ZRT Balaton régiója. Szép jó reggelt, jó reggelt mindenkinek! Láthatták odakint havas minden. Gondolom feléd azon az elit környéken már lesózták az utakat. Kérlek szépen, attól függ, hogy hol járnak a buszok, tudod, ilyenkor elsőséget élveznek azok az utak, úgyhogy jó. Gondolom mindenki figyeljen és legyen óvatos. Hát azért most átöltöztünk mi is egy picit, szerintem jobban érezzük magunkat most már reggel így, kicsit közvetlenebb a hangulat. Én imádom a 20-as, 30-as éveket, szeretem, nagyon jó. Így most az olyan családiasabb, annál is inkább nem sokára nagyon sok finomságot fogunk kóstolni, csatlakozunk Ripper Feri menüihez, ami ugye ilyen jeges, téli, fagyos hangulatot áraszt. Izgalmas menü volt, na de hát mi azért próbálunk ebben a dologban tovább lépni és tovább gondolkodni, és ebben nagy segítségünkre lesz Kabaros György fagylalt szakértő. Öreget kívánok! Öreget kívánok! Aki hát egy olyan fajta fagylalt tudási szokással ismertet minket, meg minket, aki mi mondjuk szerintem nem annyira hétköznap, ugye gondolkodunk itt a tölcsére nyalt fagyiról, meg a kejből kanalazgatott fagyiról, de most fagylalt fondit fogunk enni. Ugye? Így van, és talán sokaknak furcsa, hogy télen, amikor kéne hol fagylaltról beszélünk, lehet a jégkrémről, nem annyira ismert, hogy Európában, Skandináviában fogyasztják a legtöbb jégkrémet, és nyilván nem ott a legjobb az idő, hanem ilyenkor télen a kellemes meleg szobában is lehet ezt a finomságot elfogyasztani. Sőt, készíteni is lehet, igen. Mert meg igen, serénykednek a konyhában Fazek, a Szilvia és Gerő Zsuzsa cukrász lányok. Nekik köszönjük mindjárt, hogy majd kóstolunk, igen. Látvány konyhát mutatnak pillanatokon. Tehát tulajdonképpen ugye itt olyan fagyiról, ugyanarról a fagyiról beszélgetünk, amit egyébként normál állapotában meg is eszünk, tehát nem kell a fondűhoz egy speciálisabb, keményebb állagú vagy más összetételű fagylalt? De igen, tehát nem véletlenül, hogy ez a skandináv hangzású, de amerikai eredetű jégkrémből készítjük ezeket a finomságokat, mert ez sokkal inkább alkalmassá teszi arra, hogy ezeket a gombócokat elkészítsük, és ne olvadjanak el. Tehát így van. Ez azért van, mert nem annyira vízes alapú? Ez az egyik oka, illetve hogy mindenféle finomságok vannak benne. Jaj. Tehát kexdarabok, csokoládédarabok és egyébként. Esetleg kóstoljunk már, mert igen, tényleg a puding próbálja most ugye már nem pudingról van szó, mégiscsak az evés. Hölgyeim, köszönjük szépen. Ide le is tennénk. Ripper Feri mondjuk, ha akarná, ezt meg tudná csinálni otthon? Meg nyilván nem. Tulajdonképpen igen, hiszen ezt a jégkrémet nagyobb hipermarketekbe, illetve delikatesboltokba is meg lehet vásárolni. Illetve abban a speciális üzletben, ahol ezeket a fondüket el tudjuk készíteni, ebben a formában ez az üzlet a keleti pályaudvar környékén igen, található abban a bevásárlóközpontban. Na most tulajdonképpen azt látjuk, hogy a fagylalt mellett ugye Vanda rögtön rákapott a kiegészítőkre. Ezek a gyümölcsök külön, tehát külön életet élnek, vagy így együtt kellene? Hát úgy jelen, így együtt tulajdonképpen mondan, egy gombóc jégkrém és egy gombóc gyümölcs. Szerinted legfinomabb. Így emeltem volna át. Hát a nadrágomon tudom, hogy erre készültél. Meg letesztelen, jó? Problémás vagy ma, komolyan. Ez vanília? Az vanília, így van. Ez csokoládé. A másik egy cookies and cream nevű finomság. Ja, az én kekszes. De az sem tudom, Anilia, bocsánat, akkor ezt törlöm ezt az információt, amit most itt próbáltam magamnak. Isteni. Annyira izgalmas a fondű eredete, valóban a svájci pásztoroktól ered? És miként? Igen, de tulajdonképpen azért találták ki a kollégáink ezt a kompozíciót, hogy télen is legyen valami izgalmas, és hogy a meleg szobában olvasztott belga csoki mellett jégkrémet egész más formában lehessen élvezni. Na jó, a csokoládé, amit olvasztanak, az teljesen sima bármilyen tejcsokoládé lehet? Hát ebbe is azért ajánljuk a minél magasabb kakaóvaj tartalmú, tehát legalább 70%-os csokoládét. Kik fogyasztják a legtöbb jégkrémet, fagylaltot a világon? Van erre a kimutatás? Igen, a világon az amerikaiak és a új-zélandiak fogyasztják. Egyfőre első fogyasztás kb. 20 liter, ez jelentős. De Európában is, mint említettem, a skandinávok, finnek, svédek és dánok járnak elő. És mi hol vagyunk? Hát mióta mi a 4-4,5 litert fogyasztunk egy évben, tehát körülbelül az utolsó harmadában. Na most tulajdonképpen illik azt, hogy én újra belemártogassam, azért nem, abszolút, ugye? Persze, mindenki, mert ahogy kedveli. Ripper Feri vendége, és sajnálhatják, hogy ezt nem kóstolták meg, csak is a szád széle. Mindjárt visszatérünk, rövid szünetre távozunk csupán. Terim köszönjük szépen, hogy bemutattam. Állítólag kórházba került, mindenről hamarosan tudósítjuk önöket is. Szép jó reggelt mindenkinek, mindjárt jövünk pillanatokon belül, de természetesen aktuálisabb problémákat is érintünk, mindjárt jövünk, vigyázzanak magukra, most indulnak el otthonról.